Közel 250 szépkorú foglalta el helyét a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Az életet az éveknek Tolna vármegyei nyugdíjas dalos találkozó elnevezésű ünnepi eseménye. A programot 4 nyugdíjas szervezet, a Babits, a Platán, a Szívküldi, valamint a Gemencvolán nyugdíjas klub rendezésével tartották meg. 13 kórus van ebbe a megyei rendezvénybe, mert ez megyei, és akkor 14 kórus, vagy 13 kórus van, és ők adnak műsort ma. Adtam csókot, az Isten tudja hányra, csókolom a csókra termett szádat. Nem ével, hogy széjjel szakad, szerelmünk meglánca, bár a széken nincsen olyan kovács, aki összekalapálja. A résztvevők Tolna vármegye különböző településeiről érkeztek. Paksról, Tamásiból, Iregszemcséről, akkor Simon tornyáról, hát 16 klub jött a Tolna megyeri, Bátaszék, Báta, nem akarok senkit kihagyni, Decsiek, úgyhogy Fadiak, tényleg mindenhonnan jöttek ez erre, és akkor 13-an vannak, akik énekelnek, és a többi, a másikak azok vendégek, a klubba levő emberkék, akik, vagy hát nyugdíjasok, akik részt vesznek ezen a rendezvényen. 250-en vagyunk, úgyhogy nem kis dolog volt megrendezni, megszervezni ezt az egészet, úgyhogy nagyon sok szorunk, munkánk, időnk, tényleg amire így összeállt ez a dolog, reméljük, hogy össze is és jó lesz. Reméljük, hogy jól sikerül a nap, és szeretettel készülünk továbbra is, és énekelünk, és vidámak leszünk, és reméljük, még táncolunk is. Igen. Köszönjük szépen! Az eseményen részt vett Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is. Legnagyobb örömünkre nem szokatlan, hogy szépkorúak ilyen népes táborát üdvözölhetjük egy helyen, a vármegye székhelyén. Szekszárd önkormányzata hagyományosan a nyugdíjasok barátja. Elég, ha csak az idősek világnapi rendezvényekre gondolok, amiből tavaly 2 is volt, de a karácsony tájékán megszokott ajándékozást is ide számíthatjuk. Figyelünk az önök korosztályára, mert azt gondoljuk, hogy köszönettel tartozunk. Nem csak mi, hanem kinek-kinek gyermekei, unokái, dédunokái köszönhetnek mindent, amit alapul kaptak önöktől az élethez. Ezt majd persze kiegészíthetik, hozzátehetik saját munkájukat, és így adják tovább ők is. Bízunk benne, hogy a köszönet és a megbecsülés sehol sem marad el. A legfontosabb, hogy egyre inkább azt látom, van kinek továbbadni a stafétát, van kire hagyni az örökséget, hiszen évről évre több gyermek születik hazánkban. Ehhez a pozitív változáshoz, a kormány régóta tartó családbarát politikájára is szükség volt, ami reményeink szerint folyamatosan tovább bővül, de az alappillérei már megvannak ahhoz, hogy a gyermekvállalás ma Magyarországon ne legyen egyenlő a vállalt szegénységgel. A nyugdíjasok lelkesedéssel gyűltek össze, hiszen mindegyikük megcsillogtathatta tudását. Bebizonyíthatták, hogy 65 év felett is van élet, és boldogok, hogy újra együtt vannak. Nekem egy kicsit nem voltam annyira hozzászokva, kicsit kellemetlen volt, hogy befogadnak, nem fogadnak. Tudok-e részt venni, tudok-e ebbe a programra, hogy színvonalos legyen, mert ugye eddig nem voltam, csak tag voltam, de én úgy érzem, hogy sikerült.
átvettem a többiektől ezt a stílus. Így van, ezt hó, lelkesedést, minden, és én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon jó sikerül. Köszönjük a megjelenteknek, akik majd fellépnek, mert azok is annyit készültek, hogy egy színvonalos műsorral tudjanak bemutatkozni, hisz nyugdíjasok vagyunk. Vannak azért unokákra vigyázunk, erre-arra, de szakítunk idejét, hogy két hetente összejöjjünk, beszélgessünk, megbeszéljük a heti vagy napi programokat, és mindent megtudunk egymásról. Nálunk nagyon sok mind, igen, mert van, aki tornászik, van, aki erre jár, beszámol róla. A harmadik, hú, el voltam, wellnesseztem, gyerekek, megérte, menjünk, nem került sokba. Ha az unokáknak tudunk adni, mert el tudjuk látni, akkor magunkról ne sajnáljuk, mindig ezen a véleményen vagyok, 5 unokám van, de ha nekik adok, akkor magamtól se akarom megvonni. És annyira jó, hogy ez a kis közösség itt van. Kirándulást szervezünk. És énekelünk. Így van. Ha más nem, egy zsíros kenyér partira összejövünk, énekelgetünk. És nagyon jó, azért mondom, hogy nagyon jó, kimozdulunk, nem ott a tévé előtt ülünk, csak eltepedünk, és ezért nagyon jó. Ismerősöket, te találkoztál ezzel, találkoztál azzal, képzeld el, hú, olyan vidám, beszervezzük, jöjjön velünk. Tehát sok ismerőst, barátot tudunk összeszedni. Aki összekalapálja, mennyivel hogy széjjel szakad, szerelmünknek lánca, bát a széken nincsen olyan kovács,